beszéltük annak idején, mikor csináltuk a, elkezdtük csinálni az egészet, hogy azt mondta, hogy jó esetben ebből 5 évet ki lehet húzni. Ebből lett belőle 20. És így látod, hogy nem nagyon van érdeklődés, tehát reggel elfogyt az összes jegy. Igazából ez egy bulinak indult, senki nem gondolta, hogy ez lesz belőle. Én annyit tudok csak mondani, hogy örülök, hogy amennyit benne töltöttem, az nagyon jó volt, nagyon élveztem minden pillanatát, minden percét. Szerintem mindegy ilyen hallgatunk van, azon nőttünk fel igazából. Akkor voltam 10 pár éves, 16-7 valami, tehát nekem akkor éppen betalált, meg abban az időben Magyarországon, hogy kevés tökös produkció. Hát én még a szexi Geszti Pétert, meg a Animal Cannibals, meg ilyeneket nem nézünk. Hát nem, a gumirekból. Ja, akkor igazából ez volt az a vonal, amire egy kicsit büszke lehetett az ember. Nem biztos, hogy autentikus volt, de az biztos, hogy kellően proli volt annak, hogy ahhoz, hogy annak látszon. Fogalmazunk úgy, hogy egy ilyen kétdimenziós rajzfilm figuraszerűség a Gangsta Zoliban, ami nem tette a dolgot halálosan komolyan vehetővé, és pont ettől nem vált kínossá, mondjuk olyanná, amilyen a Baszta. És azt gondolom, hogy ezt mindenképpen a javára kell, hogy írjuk. Évek végén megérkezett az első kazetta a Csíksomjói Pünkösdi búcsúra, és ott vásároltam meg az első kazettámat, és azóta többé-kevésbé követem őket. Újak voltak a szövegek, és fenntartás nélkül hallgattam, és meg sem merem kérdőjelezni egyáltalán, tehát nem bocsátkozom bele abba, hogy ítéletet mondjak a szövegeikről. Nem feltétlenül a legmagasabb nívó, de az tagadhatatlan, hogy az ami és összetévesztetetlen másokkal. És ez nem kis dolog Magyarországon, ahol mindenki mindenkitől mindent ellop. És hát az is tény, hogy ez a gangsta rap, ez igazából velük kezdődött Magyarországon. Nagyon aranyosak, hát az Oli az egy cukor falat. Remélem, hogy most új erőre kapnak, és most még 20 évig nyomatják. Nem tudom, milyen életemódot folytat. Láttam, van egy kislánya, és bízom benne, van még az Oliban 20 év, még több is. 40 éve 60-nak nézek ki. De ez így tartom. Tehát majd a 60 éves koromban is hat, és akkor beérem magam.